Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a szerelem kertje jóslás. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a szerelem kertje. A díjam 3500 forint. Asztrológiával kiegészítve 9000 forint. Én a védikus asztrológiával dolgozom. És most bepillantunk a szerelem kertjébe. Itt van egy szerelmes pár, ez a nő téged szimbolizál, ha egy hölgy vagy, és ez a férfi utal a párodra. Először is megtekintjük a te érzelmeidet. Erre utal itt ez a kártya. Itt lehet egy bírósági ügy, ami foglalkoztat téged, befolyásolja az érzelmeidet, hiszen bizonytalan vagy vannak félelmek. De a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez arra is utalhat, hogy benne vagy egy bizonyos helyzetben, ahol úgy érzed, hogy mások megbántanak téged, minden olyan igazságtalannak tűnik. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Itt látható a nagy szerencse. Lehet, hogy bízik abban, hogy szerencse lesz a jövőt illetően. De azt is jelentheti ez a kártya, hogy boldog veled, vagy boldog, ha gondol rád. Tehát nagyon jók az érzelmei. És most megtekintjük a te gondolataidat, terveidet. Itt a hölgyekről van szó. És itt látható a nappali szoba, ami utal az otthonodra. Lehet, hogy valami változik, mert változtatsz valamit az otthonodban. Azt is jelentheti, hogy az a terved vagy a vágyad, hogy vele együtt élj, legyen egy közös otthon. Ez a kép utalhat látogatásra is, mert ő meglátogat téged, vagy te meglátogatod őt, és itt eltöltitek az időt ebben a nappali szobában. Most megtekintjük az ő gondolatait, és itt a férfiakról van szó, tehát a lelki társadról. Itt a képen ugyan egy hölgy látható, de ami őt foglalkoztat, hogy vár valamire, valamit elvár tőled, vagy úgy gondolja, hogy neked vannak elvárásaid vele szemben. Most megtekintjük a külső hatást, ki vagy mi befolyásol téged. Itt a hölgyekről van szó. Itt látható egy tolvaj. Az jelentheti azt, hogy légy óvatos, mert valaki el akar lopni tőled valamit. Tehát vigyázz arra, hogy ki jön a házhoz, és ügyelj, különösen ami az anyagiakat illeti. De ez a lopás lehet más is, hiszen a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. Azt is jelentheti, hogy valaki rabolja az idődet, valaki rabolja az energiádat. Most megtekintjük azt, hogy ki vagy mi hat rá. Itt a képen megjelenik a betegség. Lehet, hogy ő beteg, nem érzi jól magát. De azt is jelentheti, hogy valaki beteg az ő környezetében, és talán neki segítenie kell ebben a helyzetben. A kártyáknak szimbolikus jelentése is van, és utalhat arra, hogy ő benne van egy bizonyos helyzetben, ami betegíti őt.
És most megtekintjük azt, hogy mit kellene tenned, vagy mire számíthatsz a közeljövőben. Itt látható egy jó hír. Tehát, ha megvannak az elvárásaid, hogy ő jelentkezzen, akkor légy még kicsit türelmes, hamarosan érkezik egy jó hír hozzád. És most megtekintjük azt, hogy ő mit fog tenni, mit tervez. Ezen a képen van egy jó indulatú férfi, aki segít. Lehet, hogy van valaki a környezetetekben, aki segít neki, segít nektek. De jelentheti az ő hozzáállását is, hogy olyan jó szándékkal közeledik hozzád. Ebben a parkban van egy szökőkút, és itt látható ez a víz, mutat egy irányt, és ez a jövő. Most megtekintjük azt, hogy mi vár rátok, egy közös jövő, vagy mire számíthatsz a későbbieket illetően. Ha egy hölgy vagy, akkor te vagy itt látható a képen. Minden úgy fog alakulni, ahogy te szeretnéd, hiszen te hozol itt döntéseket. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy ő gondol rád, és tervezi a jövőt veled együtt. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!